Jól látható, hogy teljesen kiégett ez a csaknem 70 négyzetméteres ház Dunaföldváron. Az ingatlant saját tulajdonosa gyújtotta fel. Az 53 éves férfi részegen benzint locsolt szét a konyhájában, majd azt meggyújtotta úgy, hogy rajta kívül még ketten tartózkodtak az ablak nélküli helyiségben. A kollégáink szemlét folytattak, az adagyűjtés során gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy az ott lakó férfi gyújtotta meg a házát. Gyakorlatilag azonnal lángra kapott a konyha, majd a tűz kiterjedt az egész ingatlanra. Az egyik szintén a házban tartózkodó 50 éves férfi olyan súlyosan megégett, hogy ő a kórházba szállítását követően meghalt. A gyújtogatót elfogták, és részben beismerő vallomást tett a kihallgatása során. Majd őrizetbevételét követően a bíróság elrendelte letartóztatását. Az ügyben a nyomozást a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán halált okozó közveszélyokozás büntette miatt folytatják. Amennyiben ez bebizonyosodik, az 53 éves dunaföldvári gyújtogató tettéért 5-től 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat.